Milyen divatok, szokások, hagyományok vannak az emberek célcsoportodnak az életében? Mi jellemzi őket? Milyen hagyományok? Például a fiatalok mondjuk MP3-at hallgatnak, miközben sétálnak. Hogyha mondjuk te valamilyen sportkiegészítőt tárolsz, akkor mit adhatnál nekik? Ugye bejöttek ezek a, a, futóknak ugye a, kezükre erősíthető ilyen tartók, amire ugye felrögzíthetik a mondjuk a telefonjukat, vagy az MP3 lejátszót, és úgy tudják használni. Ugye egy, egy hagyományhoz, egy, egy szokáshoz, a futáshoz hozzákapcsoltak egy terméket. Ugye, hogy szórakoztatóvá tudták tenni ezt az egészet. Te gondold -e, hogy te hogyan tudnád a te célpiacodat szórakoztatóvá élményé tenni azt a szokását, hagyományát, divatját, amit ő csinál, amit művel, hogyan Tudsz te ebbe bekapcsolódni. Mondod végig, hogy milyen életmódot folytatnak. Például adhatsz MP3 anyagokat, hogyha ők sokat utaznak, és nem tudnak géperőtenni, nem tudnak ö, olvasni, vagy ö, például délőtti program a délután dolgozóknak. Ö, hogyha délután elfoglaltak, akkor ne erőködj azzal, hogy délutánra raksz valamilyen programot, akkor szervez délelőtre. Vagy ugye vannak, akik hétköznap dolgoznak, nagyon sok munkájuk van, és hétvégén tudnak esetleg ráérni, mondjuk szombat délelőtt, akkor, akkor az életmódjukhoz alkalmazkodva próbálj megszervezni dolgokat, és alakítani a terméket, szolgáltatásodat. Gondold végig azt, hogy, hogy hogyan szórakozik, milyen szokott nevetni, milyen képeket lájkol a Facebookon, mik a filmjei, amiket megnéz, milyen videókat néz a Youtube-on, szokott -e mondjuk moziba járni, vagy színházba, milyen könyveket olvas, vásárol-e magazinokat. Tudom, tudom, sok kérdés. Ezeket szépen lassan meg kell tudni ott a C szépen összegyűjteni, és egyre jobb leszel, egyre hatékonyabb leszel a kommunikációban, egyre jobban tudsz segíteni nekik abban, hogy, hogy előre jussanak abba, amit, amire igazán vágynak, amit akarnak. Gondold végig, hogy hogyan néz ki egy napja. Reggel fel kell, hol él, egyedül van, valakivel van, mit csinál, mi történik egész nap vele. Beszélgess az emberekkel, kérdezz meg őket, rengeteg információt megtudhatsz tőlük, és hogyha sok hasonló helyzet van, akkor lehet, hogy megtalálsz egy pontot itt is, ahol be tudsz kapcsolódni az életükbe. És teljesen máshogy tudsz majd kommunikálni, ez is az empátiának egy, egy része. Következő. Milyen kulcsszavakra keresnek az interneten? Ugye az interneten keresünk rengeteget, beírjuk a Google-ba kulcsszavakat, kifejezéseket, és ezek alapján ugye megtalálunk különböző információkat. Valójában mi az, amit ők beírnak? Meg kell kérdezni őket, vagy ugye erre már mutattam egy eszközt, a Google-nak a kulcsszó kereső eszköze, ahova szintén be tudsz írni ilyen kulcsszavakat, meg tudod nézni, hogy nagyságrendileg mennyi a keresés egy hónapban, illetve ötleteket is kapsz, hogy mire kereshetnek még. A megoldás. Milyen megoldásokat keresnek ők? Szeretne egy gyors dolgot, könnyű dolgot, egy végleges dolgot? Milyen megoldás lenne az ideális számára? Ami, amire vágyik, ami igazán fontos neki? És mi az, amit te képes tudsz adni neki, és hogyan lehetne javítani ezen, hogy hogy még jobban segíthesd őt. Most pedig képzeld magad elé azokat az embereket, akik a te célpiacod, akár úgy is, hogy keresel hozzájuk képeket, és amikor felé kommunikálsz, akkor odarakod magad elé ezt a képet, és úgy írod meg a szöveget, vagy képi, készíted el a bejegyzéseket, vagy a videókat. Képzeld magad elé, és tedd fel a kérdéseket, hogy hogyan tudnák én segíteni neki hogyan tudnám az ő életét igazán megkönnyíteni? Mi az, amit ő szeret, és hogyan tudom ezt én igazán hozzásegíteni ahhoz, hogy, hogy ez valójában valósággal váljon az ő életében? Mi az, amiért hálás lenne, ha megtenném, amivel írná a leveleket, amivel felhívna, hogy, hogy köszönöm, hogy, hogy segítettél nekem, vagy, hogy, hogy, egy valódi örömöt kapjanak az emberek, egy valódi élményt, hogy egy valódi megtapasztalást, hogy, hogy az embereknek te tényleg akarsz segíteni és értéket adni. Mi az, amit tudnál adni nekik, ami, ami értékes számukra, ami a valódi problémájukra ad megoldást, ami a vágyaikat elégíti ki. Remélem, hogy hasznos volt ez a videó, és kérlek, hogy törekedj arra, hogy, hogy valódi értékeket adj az embereknek, amivel segíted az ő életüket, amivel Előre tudnak haladni, és meg tudják valósítani azt a vágyat, amit ők szeretnének. Köszönöm a figyelmet!